Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videónkban, ahol egy igen nagy problémával fogunk foglalkozni, ez pedig a magán benzinkutak problémája, sőt mi több inkább boszorkány üldözése. És hát az első probléma, mint láthatja mindenki, az az, hogy 2,08 liter tudtam tankolni, amivel talán otthon a garázsomig el fogok jutni, de messzebbre már nem tudok indulni, viszont egyből le is szeretném szögezni, hogy ez természetesen nem a vállalkozó hibája, természetesen nem a magánkutak hibája, hanem egész egyszerűen annak a hibás kormányzati döntésnek köszönhető, amit megpróbál a kormányzat a saját hibájának a leplezése érdekében ráerültetni itt a magánkutasokra, de majd mindjárt kifejtjük bővebben is, hogy miért is elhibázott ez az intézkedés. Mostani videónk témája az lesz, hogy egész egyszerűen ez az ársapkás üzemanyag ár, ez hogyan is alakult ki, mi is ennek az oka és milyen következményei lesznek és vannak. Láthattuk, hogy 2014-ben, amikor a kőolaj világválságát élte, akkor gyakorlatilag 112 dollár volt egy hordónyi kőolaj, most pedig 92 dollár egy hordónyi kőolaj, akkor 430 forint volt a benzin, most pedig még ársapkával védve is 480-ba kerül, a piaci ára pedig kutanként változik, de a múltkor egy autópálya mellett majdnem 900 forintért sikerült tankolnom, tehát egészen abszurd, és egész egyszerűen mi úgy gondoljuk, a Mi Hazánk Mozgalom úgy gondolja, hogy ez gyakorlatilag a elhibázott gazdaságpolitikának a beismerése, hiszen a differenciát az okozza, hogy a dollár az közben 100 forinttal erősebb lett a forintnál. Szajlai János, a Mi Hazánk Mozgalom szakpolitikusa már februárban felhívta arra a figyelmet, hogy ennek az intézkedésnek hosszú távon milyen komoly problémái és milyen következményei lesznek, hiszen egészen egyszerűen mesterségesen nyúltunk bele a gazdaságba annak érdekébe, hogy minél kevésbé legyen feltűnő annak hiányossága és annak gyengesége. Videónkban azt szeretnénk bemutatni, hogyha elmondanák a vállalkozók, akik érintve vannak ezzel a problémával, hogy ők hogyan élik meg, hiszen ha körülnézünk, akkor ezt a kutat is, ha alaposan szemügyre veszük, láthatjuk, ahogy ez egy nem régen épült kút. Gondolom én, hogy nem ilyen jövőt szántatok neki. Tóth Andrást bemutatnám, ő ennek a Xenia Petrol magánkútnak a tulajdonosa. Nektek mi a véleményetek, hogy élitek meg ezt az egész helyzetet és szituációt? Egy évvel ezelőtt, mikor november 15-én ezt bevezették, ezt az árdiktátumot, akkor mi nem gondoltuk, ez ilyen sokáig fog ezt kitartani. Egyszerűen ezt még szinte el sem akartuk hinni. Azóta, egy év óta a lakosság egy részétől csak gyalázást meg szidalmat kaptunk. Folyamatosan közlekedési szakjogásznak kell magunkat kiképezni, mert a gyorsan összelapátolt törvények, határozatok, amik órák alatt lettek bevezetve, ezt most nekünk kell egy éven keresztül folyamatosan ezt nekünk értelmezni. Nyomon követnetek, értelmeznetek, és ugye mindig a adott jogszabálynak megfelelően eljárnotok, hiszen ahogy mondod, rengeteg gyalázkodásnak lettetek a céltáblái, és hát sajnos nem igazán értik meg az egyszerű emberek, hogy ez milyen kihatásokkal van ezeknek a vállalkozóknak az életére, a vállalkozására, hiszen ők csak azt látják, hogy itt van egy több százmilliós benzinkút, biztosan jól megy annak, aki ezt építette, de bizonyára nem olyan célra építette, hogy az ne termeljen semmit, sőt a legrosszabb esetben, a jelenlegi esetben és helyzetben egyenesen mínuszt termeljen. Az igazság az az, hogy ti is azt szerettétek volna, hogyha ez egy sikeres vállalkozási ágazat, hogyha ez profitot hoz, de hát látjuk, hogy most már gyakorlatilag a veszőfutásnak a végén vagytok, hiszen a héten vagy azt hiszem a múlt héten a MOL az egy délután megírt körlevélben értesített titeket a hazai töltőállomásoknak a 20%-át arról, hogy a finomítójuknak a karbantartási munkálatai miatt a kőolaj, barátság kőolaj vezetéket ért támadás miatt nem lesz utánpótlás, és nem fog nektek tudni üzemanyagot szállítani, és nektek pedig üzemszünetet kell a benzinkutaitokon bevezetni. Ez hogy érintiteket hosszú távon? Mi a tervetek, mi a meglátásotok, mi lesz ebből szerintetek kikerekítve? Mi a MOL-tól azt az információt kaptuk, hogy mivel kimerítettük a keretet, mi ebben a hónapban már nem fogunk kapni üzemanyagot. Ezért kénytelenek voltunk lekorlátozni 2 literre, ami tudjuk mi is, ez egy nevetséges. Üzemszünetet nem hirdethetünk, mert ha üzemszünetet fogunk hirdetni, akkor ennek különböző jogi szankciói lesznek. És ugye hát a legborzasztóbb ebbe az, hogy ti a Független Benzinkutak Szövetsége próbáltatok kormányzati segítséget, állami segítséget kérni. Most ebből az valósult meg, ugye, hogy az állam egy minimálisan, nagyon szerény támogatási összeget megszavazott és megítélt a független benzinkutasoknak, de hát a szomorú valóság és igazság az, hogy most már a negyedik negyedévnek a vége felé járunk lassan, de még a harmadik negyedévre megítélt támogatásból sem kaptatok, ha jól tudom, egy forintot sem. Eddig még nem utaltak át
nekünk egy forintot se, erre a pénzre nekünk pályázat keretében kellett pályázni. Tehát akkor nem is alanyi jogon járt, hanem nem pályázat. Jogon járt, így van, belül. Így van. Tehát ugyanúgy, mintha valaki egy gépet szeretett volna vásárolni, ugyanúgy kellett nekünk rá pályázni. A negyedik negyedévről nincs szó arról, hogy kapunk vagy nem kapunk, tehát erre még határozat sincsen. És hosszú távon mit gondoltok, hogy mire megy ki a játék? Valószínűleg a MOL be akar kebelezni titeket, magánbenzinkutakat, mert hogy üzemanyag nélkül hiába van egy gyönyörű, szépen igényesen megépített benzinkutatok, nem fogtok tudni üzemelni, nem fogjátok tudni fenntartani, és nem is lesz minek fenntartani. Mire megy ki szerintetek ez a játék? Hát többek szerint, meg az összeesküvés elmélet szerint ez akkora nagy falat valakinek, hogy szerintem valaki rá akar tenni a kezét. Ugye ilyen kút, mint a miénk is, körülbelül 1030 van az országban. És ez már akkora tét, amiért már érdemes lehajolni. Tehát 1030 kút van most, ami gyakorlatilag ellehetetlenül a MOL-nak és a kormányzatnak köszönhetően. Azt látjuk, hogy akkor ha 1030 ilyen kút van, akkor magyarul több ezer családot hoz most ez nehéz anyagi helyzetbe, egész egyszerűen elveszik az asztalotokról a kenyeret. De ugyanakkor azt látjuk, amikor a MOL székház pedig minden eddiginél nagyobb volumenben épül, és egy gigantikus épületet hoznak létre, de hát nem is csoda, hiszen sok ezer milliárd haszonnal dolgoznak, és egész egyszerűen őket valahogy az a fajta válság, ami a magánkutasokat érinti, rájuk úgy látszik, hogy nem érvényes. Azoknak az embereknek, akik arra játszanak, hogy elvegyék a benzinkutakat, ez eddig még nem jött össze, mert kevés benzinkutat leszámítva, mindenki körme szakadtáig ragaszkodik a saját vállalkozáshoz értelemszerűen. Mi is a más vállalkozásainkból pótoljuk át ide a pénzt. Ugye ez egy éven keresztül ez semmilyen hasznot nekünk nem hoz. Minden körülmény azt támasztja alá, hogy gyakorlatilag nektek egyelőre nem tud megnyugtató megoldást hozni a kormányzat, ami azt jelenti, hogy több ezer család fog nagyon kellemetlen helyzetbe kerülni, és ez előrevetíti egyébként azt is, hogy természetesen a gazdaságnak nem csak ebbe a szegmensébe fordulhat ez elő, hanem bárhol előfordulhat, hiszen látjuk azt, hogy ezek az ársapkákkal, még ha esetleg a szándék jó is lett volna, milyen problémákat okoznak, hiszen az ársapkával védett termékek egész egyszerűen kiürültek a boltok polcéről, nem lehet már kapni, hiszen így van ez a benzinkutakon is. Benzint már nem tudunk tankolni ezen a benzinkúton, mert készlethiány van belőle, a gázolajból pedig 2,08 litert, amivel gyakorlatilag hazáig sem érünk el. Rendkívül érdekes, hogy nem csak a boltok polcairól tűnnek el az árucikkek, hanem valahogy úgy néz ki, hogy az országunkban az üzemanyag is, és ez egészen kaotikus állapotokat eredményez, akkor, amikor a MOL-nak más országokban lévő benzinkútjain semmilyen fennakadást és semmilyen készlethiányt nem jelentettek be. Ott fennakadás nélkül működnek ezek a töltőállomások, nem értik az ottani ismerőseink, hogy itt egész egyszerűen miről van szó. Ha a kormány valóban segítséget szeretett volna, segítő jobbot szeretett volna nyújtani a magánbenzinkutasoknak és a magyar embereknek, akkor tehette volna ezt elsődlegesen úgy, hogy a saját hasznáról mond le valamilyen szinten, hiszen még a jövedéki adóra is rájön az áfa vonzat, ami azt jelenti, hogy az állam ennél jobban talán még soha nem keresett az üzemanyagon, addig, amíg ezer családokat pedig egész egyszerűen kiszolgáltatott sorba és helyzetbe taszít. Eljöttünk egy másik barátom másik üzemanyagtöltő állomására, hogy megnézzük, hogy nála is az a probléma jelentkezik-e, ami az ország minden egyes magán üzemanyagtöltő állomásán. És hát azt láthatjuk, hogy itt sincsen sajnos túl nagy forgalom, hiszen valószínűleg itt sincsen elég üzemanyag, de erre majd mindjárt ki fogunk térni bővebben. És hát ugye az a egészen bicskanyitogató ebben az egész helyzetben, hogy a kormány üzemszünet elrendelését próbálja rákényszeríteni ezekre a benzinkutakra. Nem elég, hogy kivérezteti őket, nem elég, hogy nem ad nekik üzemanyagot, hanem egész egyszerűen be is akarja záratni őket, rá akarja őket kényszeríteni arra, hogy bezárjanak. Ott nem is olyan régen még pont az ellenkezőit akarták, hiszen akkor meg nem engedték, hogy bezárjatok, vagy átmenetének szüneteljetek. Ezt a üzemszünetet, kényszer üzemszünetet már valószínűleg nem biztos, hogy ugyanazok a tulajdonosok és üzemeltetők oldanák fel, és nem az önök nyitnák újra a kutakat, akik most üzemeltetik, hanem elképzelhető, hogy központosítják, és mondjuk a MOL bekebelezni ezeket a töltőállomásokat. Hogy látjátok ezt itt a végeken, mint érintett üzemanyagtöltő tulajdonosok? Hát mi azt látjuk, hogy ugye amikor a MOL-lal szerződést kellett kötnünk, mert ugye az összes importőr kivonult ugye az ársapka miatt Magyarországról, akkor a 14 és 30. hét közötti időszakra 66% mennyiséget ugye tudott adni a MOL, amit ki is szolgált. A tavalyi évnek a 66%-át. A 31-35. Héten már csak 50%-ba korlátozott minket, a 36-37. Héten 35, a 38-46. Héten, tehát egész múlt hétig 25,
amiket úgy, ahogy meg is kaptunk, tehát ezt nem mondhatjuk, hogy nem, és ezen a héten már nem kapunk üzemanyagot, illetve épp most reggel jött egy e-mail a MOL-tól, hogy a 48. héten sem tudnak minket kiszolgálni. Csak valószínűleg ez várható, hiszen hát, azt halljuk a híresztelésekből bizonyos közösségi médiákon és felületeken, hogy egész egyszerűen elakad az üzemanyag ellátás, és több molkút is gyakorlatilag üzemanyag hiány van, és nem tudja kiszolgálni a beérkező vásárlókat. Ha jók az értesüléseink, akkor az FBS ugye egy jogszabálymódosítást szeretne elérni a kormánynál, hogy erre a veszélyhelyzeti jogszabályra hivatkozva ne lehessen a magánkutakon egy ilyen kényszer üzemszünetet elrendelni, hiszen ez végképp megpecsételni akkor valószínűleg Csabi a sorsotokat. Mi meg úgy gondoljuk, a Mi Hazánk Mozgalom úgy gondolja, hogy az nem járja, hogy addig, amíg a MOL rekordbevételekre tesz szert, és gyakorlatilag semmilyen kára nem keletkezik, hiszen most is 1000 milliárdok a bevételi és a haszna, addig a magánkutak, azok a magánkutak, akik vidéken megpróbáltak megmaradni, azok a vállalkozók, akik nem mentek el mondjuk a nagyvárosokba és Budapestre, hanem megtalálták a boldogulásuk lehetőségét itt vidéken, és a szolgáltatásukkal egyébként rengeteg vidéki embernek adtak teret és lehetőséget, azok most bezárásra vannak kényszerítve. Hiszen nézzük meg egy kicsit a másik oldalát is a történetnek, ugye a kormányzati narratíva az mindig gyakorlatilag az emberek védelmében próbálja feltüntetni ezeket az intézkedéseket, de hát ha nagyon megnézzük, akkor szó sincs az emberek védelméről, hiszen láthattuk, hogy az előző úton 2,08 litert lehetett tankolni. Láthatjuk, én is mezőgazdasági termelőként látom, hogy nem tudok tankolni egy ekkora úton sem, mert 10 literbe volt nálatok, ugye Csabi? Jelenleg igen, de mivel nem kapunk jövő héten, szerintem korlátozzátok ti is. Tehát egész egyszerűen mezőgazdasági termelőként, vállalkozóként sem tudunk tankolni, és hát egy traktornak a beindításához szükségeltetik 2,08 liter, nem az üzemeltetéséhez. Éppen ezért ez azt eredményezi, és egyébként az árstopp is azt eredményezi, hogy a mezőgazdasági termelők is hátrányba szorulnak, hiszen a méreg drága gumit kell lejárni a gépeikről, és hát a gépüket kell addig amortizálni, amíg ezt egy kannába vagy egy tartályba is meg tudták tenni ezt a tankolást. Addig most bizony komoly 200-300 lóerős gépekkel is akár, de egy 50 lóerős vagy egy 80 lóerős MTZ-vel is több 10 kilométert kell megtenniük azért, hogy tankoljanak, és mire visszaérnek, addigra lényegesen kevesebb üzemanyag van már a tartályukban, tehát a hátrányát élvezik a vidéki lakosok is, arról nem beszélve, hogy itt a környéken, akik élnek, és eddig megszokták, hogy itt Mohorán tankolnak, ugye ők is most arra vannak kényszerülve, hogy elmennek vagy Gutára, vagy Balassagyarmatra, MOL töltőállomásokra, ha még ott egyáltalán van üzemanyag, vagy hogyha a sor az nem éppen egy kilométeres, mert hogy ugye erre is nem egyszer van precedens, tehát mindenképpen ezek az intézkedések, mi úgy gondoljuk, hogy a vidék embernek a hátrányául szolgálnak, és a vidéki embereket lehetetlenítik el. Ti hogy látjátok, Csabi, tehát hogy lesz ebből előrelépés, hogy lesz ennek megoldása, hiszen ebben te se azért akartad ezt a kutat üzemeltetni, most újítottad fel te is, most költöttél rá egy csomót, tehát hogy szeretnétek ti ezt üzemeltetni, vagy hogy látjátok, csak hogy fogjátok? Normális folyamban, hogy egy üzemanyagkutat üzemeltetni kell. Hoztam azért, sokan nem hiszik el nekünk, de itt van ténylegesen például egy molos számla, ahol itt van, hogy 480-ért kapjuk, és 480-ért adjuk az üzemanyagot. És ez nekünk nem is nulla, hanem erős mínusz. Hanem ez egy mínusz, de ugye nekünk még van egy szállítási költségünk, mert ugye az nem jön ide csak úgy magától, ezt ugye fuvarossal hozhatjuk. Tehát ez nincsen benne a szállítási költség? Vannak töltelmeseknek, benne van, a régi MOL-os szerzéseknek, akik újat kötöttek ugye idén, mikor a kormányrendelet ezt határozta meg, és akkor a MOL-lal kötni kellett mindenkinek újat, akkor nekünk, akik újak voltak, nekünk nem volt benne, nekünk saját szállításra kell gondoskodni erről. És ez mit jelent? Minden egyes liter üzemanyag mekkora veszteséget termel nektek? Jelenleg körülbelül ilyen 16-20 forint közötti fuvardíjunk van. Literenként? Literenként, mivel borzasztó kis mennyiséget kapunk. És mellette még a személyzet, mellette még a rezsi? Természetes. Hát a rezsink ugye az is sokszorosára ugrott, ezt ugye tudjuk. Tehát abszolút óriási veszteséget termelnek akkor ezek a magánkutak jelenleg. Ez most egyértelműen igen mindenkinek. És hogy néz ki, ti láttok arra valamilyen esélyt, hogy a kormányzat esetleg valahogy segít nektek, hiszen elmondtuk az előbbi úton, hogy nemhogy a harmadik negyedévi támogatást még nem fizették ide, a negyedik negyedéviről még szó sem esett. Ez így van, épp mondtam, ugye, hogy... Tehát van valami kapaszkodótok? Hát a remény. A remény hal meg utoljára, igen, ez egy jó mondás, de ez kevés azért egy üzemanyagtöltőállomás üzemeltetéséhez. Mi ugye a parlamenten belül is képviseljük a magánkutasokat, és azt szeretnénk, hogyha nem lenne kivéreztetve ez a több ezer magyar család, és ez a, ha jól tudom, akkor 1030 benzinkút, amit érint ez a jelenlegi szállítási nehézség, hiszen egész egyszerűen a vidék lesz ezzel is kevesebb, hogyha hagyjuk, hogy ez megtörténjen. Ugye Budapesten autópályák mellett nem veszik észre az emberek, vidéken viszont nagyon. Vidéken nagyon észreveszünk, és hát
Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a vidéki kutasok se menjenek tönkre, és a vidéki embereknek se essen gyakorlatilag még több sérelme itt az üzemanyagellátás terén, hiszen mi már így is nagyon nehezen éljük ezt meg, és így is rengeteg plusz időt, energiát és pénzt tesz igénybe az, hogy itt mondjuk 10 kilométereket kell utazni egy normális tankolásért. Tehát mi lehet, hogy kiegyeznénk azzal, hogyha a MOL mondjuk lemondana a saját kútjainak a feltöltéséről valamilyen százalékba, és azt igazságosan megpróbálsz szétosztani köztetek, hiszen ha jól tudjuk, akkor most már egyetlen üzemanyag importőr, ugye, a MOL az országban, hát, tehát a többiek tönkre mentek, tehát ki az importőr, helyzetben aki van. Drágábban megvesz és itt olcsóban eladja. Világos. Nekünk a piaci áru üzemanyag értékesítés teljesen megszűnt szinte, tehát az összes vevőnk, mivel nem volt üzemanyagunk, elment, úgyhogy nekünk csak a hatósági van, ami mínusz termel, csak itt a reményem, hogy az embert egy kicsit még tartja, de hát elgondolkodhatom, hogy legyen a további sorsa. Mi igyekszünk azért ezen a további sorson jobbra fordítani, és mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy nektek ne kelljen bezárni véglegesen, sőt átmenetileg se, és hát valahogy ebből nagyon nehéz és szorult helyzetünkből ki tudjunk keveredni. Csaba, nagyon szépen köszönöm, és csináljuk tovább a dolgunkat. A videóinkat nézve sokan szoktak azzal kritikával élni, hogy most miért pont ezzel a témával foglalkozunk. Én erre azt szoktam mondani, hogy 7 évig voltam településvezető, és ahogy polgármesterként, úgy politikusként is nekünk mindennel is kell foglalkozni. Éppen ezért ebbe a videóba megpróbáltuk bemutatni azt, hogy a magánkutasok milyen véleménnyel vannak erről az egész kialakult helyzetről, hogy őket hogyan érinti ez a helyzet, hiszen a kormányzati narratíva az pont az ellenkezőjét mutatja be, és a kenyeret és cirkusz gyakorlatilag elvét használják. Mi viszont szeretük volna azt megmutatni, hogy milyen az, amikor egy vállalkozó akár több százmillió forintot fetszel bele valamilyen projektbe, jelen esetben egy töltőállomásnak a megépítésébe vagy felújításába, és hát láthatjuk, hogy jelen pillanatban Démoklész kardjaként egy pallos kering és leng a fejük fölött, hiszen könnyen lehet, hogy ez a kényszer üzemszünet, amit a kormány megpróbál elrendeltetni velük, hogyha kifogy a készletük, ez lehet, hogy végképp ráteszi a lakatot egy ilyen töltőállomásra. Elmondtuk a videóban, hogy ez a vidéket rendkívül rosszul érintené, nem csak magát a vállalkozót, hanem az itt élő embereket is, és a környékbeli vállalkozókat is. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom a kormánytól minél előbb valamilyen hathatós megoldást és intézkedést kér és remél, hiszen egész egyszerűen nem járja, hogy a MOL kihasználva a monopól helyzetét, kihasználva azt, hogy gyakorlatilag egyeduralkodó az egész országban üzemanyag ellátás terén, ő rekordbevételekre tesz szert, amíg egy ilyen vállalkozás, ahol tényleg megpróbáltak mindent megadni a vidéki emberek számára is, ami egy töltőállomás által nyújtható, pedig egész egyszerűen elszegényednek és tönkre mennek és be kell, hogy zárjanak. Az elmúlt egy évben már csak mínuszt termeltek a profit és a plusz helyett, de reméljük, hogy ez a elkövetkezendő időszakban meg fog változni, hiszen a mínusz termeléséből nem lehet gyakorlatilag előrébb jutni, sőt, hát ugye ez azt fogja eredményezni, hogy ezek a vállalkozások nem csak be kell, hogy zárjanak, de még tönkre is fognak menni előtte. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom is sürgeti azt a FBS által sürgetett jogszabály módosítást, aminek keretén belül ezt a kényszer üzemszünetet ezt mindenképpen el lehetne kerülni, és természetesen az üzemanyag ellátásnak a megoldása is egy borzasztó fontos probléma, ezt is kormányzati szintre kell emelni, ezt is a kormánynak kell megoldania, hiszen egész egyszerűen nem lehet a töltőállomások 20%-át tönkretenni, és azt a 1030 kutat, aki most jelenleg a MOL kegyeitől függ, azokat nem lehet a vágóhídra küldeni. Mi azt gondoljuk, hogy az élni és élni hagyni elvet kell alkalmazni itt is, és egész egyszerűen szerettük volna azt bemutatni, hogy milyen az, amikor valakinek veszteséget kell termelni, akár több mint egy éven keresztül, hiába van garantálva 480 forintban jelenleg az üzemanyagának az árplafonja, hogyha nem lehet kapni és ha nem lehet tankolni, akkor gyakorlatilag rosszabb hatást értünk el vele, mint hogyha hagytuk volna, hogy gazdasági és piaci alapon dőljön el ez az egész. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke azt mondta, hogy senkit nem hagynak az útszélén, mi viszont láthatjuk, hogy egyre többen kényszerülnek oda. Ezzel szemben a Mi Hazánk Mozgalom azt tartja és azt vallja, hogy minden magyar felelős minden magyarért, és ahogy kiállunk a magán benzinkutasokért, úgy kiállunk természetesen minden magyar emberért is.